a Rózsafürdő, kerékpárút hálózat kiépítésén is dolgoznak Tóth-Komlóson. Országos fásítási programba lépett a 60 ezer fa egyesület, több szabályt kell betartani. Idővonalas kiállítás a Munkácsiban, május 21-én nyit a múzeum. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Több mint 4,9 millióan regisztráltak az oltásra, és 80%-uk már megkapta az első adagot, közölte az országos tiszti főorvos az operatív törzs szerdai tájékoztatóján. Müller Cecília elmondta, hogy kedvezően alakulnak a járványügyi adatok, mindez pedig leginkább a védelmi intézkedéseknek és az oltásoknak köszönhető. Hangsúlyozta, hogy a 16-18 éves korosztály regisztráltjainak 90%-a már rendelkezik időponttal. Müller Cecília emlékeztetett, hogy a regisztrált fiatalok szerda éjfélig foglalhatnak időpontot online. Aki május 18-áig nem töltötte be a 16. életévét, az regisztrálhat, de nem fogják oltani, emelte ki az országos tiszti főorvos. A tájékoztatón az is elhangzott, hogy a várandósok és a szoptatóanyák esetében mindig az oltóorvos dönt az oltásról, azonban a legújabb nemzetközi ajánlások alapján már a várandósok is megkaphatják a második adag vakcinát. A 12. hét után, tehát a második trimester szakaszban adjuk az első védőoltást, ez úgy, ugyanúgy, ahogy eddig tettük, ugyanakkor a második adagot is be lehet adni, még ajánlják beadni, még a várandóság időtartama alatt. Május 11-e és 13-a között zajlik a Zebra Terv elnevezésű országos rendőrségi akció, amelyben elsősorban a gyalogos közlekedésre és a zebrán átkelő gyalogosok biztonságára fókuszálnak. Az országos rendőrfőkapitányság közleményében kiemelte, évente átlagosan 2500 gyalogost ütnek el Magyarország közútjain, közülük mintegy ezret kijelölt gyalogos átkelőhelyen ér baleset. Mint írják, a gyalogosok okozta baleseteken belül vezetőhelyen áll az óvatlan, hirtelen lelépés az úttestre. A második leggyakoribb ok a tilos jelzésen és a tiltott helyen való áthaladás. A Békés-megyei Rendőrfőkapitányság szóvivője hangsúlyozta, hogy a rendőrség munkatársai minden nap próbálják kiszűrni a magukra és másokra is veszélyt jelentő szabálytalankodókat. Békés megyére vonatkozóan azt tudom elmondani, hogy tavaly, tehát 2020-ban 10 olyan személyisérüléssel járó közlekedési baleset történt, amely zebrán történt. Gyakorlatilag a 10-ből 8 olyan eset volt, amikor egy jármű vezetője nem adott elsőbséget a gyalogosnak, és emiatt történt meg a szerencsétlenség. Tóth-Komlóson is készülnek a mozgalmas nyárra. A város polgármestere elmondta, hogy több kerékpárutat felújítottak a közelmúltban, és jelenleg is dolgoznak a várost átszelő kerékpárút nyomvonalának kialakításán. A Rózsafürdőben főként technikai és higiéniai renoválásokat hajtottak végre a szakemberek. A létesítmény a tervek szerint május 14-től várja a vendégeket. A fürdő munkatársai folyamatosan dolgoztak a bezárások ideje alatt is. Nyíregyházki Roland, marketing és PR ügyintéző elmondta, hogy a közeljövőben elkészül a kinti gyermekmedence is. A fürdő munkatársai folyamatosan végzik az újranyitáshoz szükséges technikai és adminisztrációs feladatokat. Technikai fejlesztés terén főleg inkább a medence burkolati fejlesztéseink történtek, főleg a belső részen, ugyanis ahogy a kormányrendeletek engedik, és nyithatunk, és várhatjuk újra a vendégeinket, csak a belső téren lévő szolgáltatásaink lesznek igénybe vehetők, így például a mellettünk lévő úszómedence, az infrakabinunk, a mellettünk lévő úszint gőzkabin, és a wellness részek egyik másik eleme is például a finszaunánk. A fürdőt csak védettségi igazolvánnyal rendelkezők és a felügyeletük alatt álló kiskorúak látogathatják. Ennek ellenőrzése az üzemeltető feladata, kötelezettsége és felelőssége. A vendégeknek nem kötelező, de ajánlott a maszk viselése.
Tóth Komlós polgármestere elmondta, hogy a városban további fejlesztéseket hajtanak végre. Jelenleg is folynak olyan megújulások, fejlesztések, bővítések, amelyek a településnek a belső kialakítását, turisztikai szempontból megújulását jelenthetik. Ilyen a Komlós szálló, amely egyébként nem szállóként funkcionál, hanem a jövőben egy inkubátorház funkciót fog kapni. A városban emellett a kerékpárút hálózat is bővül. A kivitelezők jelenleg a várost átszelő kerékpárút nyomvonalát alakítják ki. Kompromisszumos megoldást kell teremteni a gazdákkal és az önkormányzatokkal a dűlők fásítását illetően, fogalmazott a 60 ezer fa egyesület szakmai vezetője. Dr. Durai Balázs hangsúlyozta, hogy egységben kell tartani a gazdasági, a társadalom és a természet érdekeit. És az útkezelője tökéletesen elvégezte a vadátjárónak a betelepítését. Láthatjuk, hogy két oldalt cserjeszintet hoztak létre. A 60 ezer fa egyesület alelnöke épp a Kecskemét irányába haladó M44-es úton található második vadátjáró fával történő betelepítését mutatja. A létesítmény felvezeti a vadakat, és így könnyen tudnak közlekedni az élőhelyek között. Poliák Pál hozzátette, hogy a vadátjáron kívül felső nyomás betyárdűlőjén is megfelelő ütemben fejlődnek az elültetett facsemeték. Tavasszal jártunk itt azt hiszem együtt. Hogyha oldalra nézünk, akkor láthatjuk, hogy a jegeny nyár csemeték milyen szép állapotba kerültek. A mögöttem látható dűlő állapot nagyjából a környéken az a minta, amit vissza szeretne állítani a 60 ezer fa egyesület. Ebben a négy város együttműködésében néhány kilométer tudott eddig megvalósulni. Az egyesület ősszel folytatja a faültetéseket. Durai Balázs szakmai vezető elmondta, hogy a megyében történő dűlőfásítás az országos program része is lehet. Hangsúlyozta, hogy több szabályt is figyelembe kell venni a zöld folyosók kialakításánál. Kompromisszumos helyzetet kell teremtsünk, tehát itt a gazdákkal kell, az önkormányzatokkal együttműködni, társadalmi gazdasági érdekek és a természet érdekei feszülnek egymással szemben, de azt gondoljuk, hogy ez nem ellentét, hanem ezt kiegészítve tudjuk ezekkel a fásításokkal kompromisszumos helyzetet teremteni. Például magasra növő jegenyékkel, vagy olyan oszlopos fafajtákkal, amelyek nem nyúlnak be a gazda területeire. A kompromisszumok mellett több törvénynek is meg kell felelni, ha a zöld területek arculatán változtatni szeretnénk. Legyen szó fakitermelésről vagy csonkításról, ugyanis ezeket a tevékenységeket engedélyeztetni kell. A határjárók visszajelzései alapján kiderült, hogy az elnök dűlő esetében illegális fakitermelés történt. A termőföldön, földterületen, tehát szántón, legelőn, vagy egyéb aranykoronával ugye nyilvántartott területen történik a fakitermelés, akkor az erdészeti hatóságnak van hatásköre, az esetben viszont, ha út tartozik, az út helyezés számán belül van a fának a kitermelése, ott történik ugye ez a tevékenység, akkor az út kezelője, használója az, aki engedélyt adhat arra, hogy fakitermelés történjen. A lényegen nem változtat, csak papírral, csak engedéllyel lehet fáfálni. A 60 ezer fa egyesület vezetői továbbra is fontos célkitűzésnek tartják a gazdák érzékenyítését, illetve a természet és a gazdasági érdekek egyensúlyban tartását. Békés megyei általános iskolák felső tagozatos tanulói számára hirdetett rajzpályázatot a Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A legjobb munkák alkotóit kedden délelőtt díjazták a belvárosi bevásárlóközpontban, ahol a pályázaton résztvevő valamennyi alkotást is bemutatták. Munkatárs kerestetik és szakma DIY kategóriákban érkeztek pályaművek az Iparkamara rajzpályázatára. A keddi eredményhirdetésen Mészárosné Szabó Anna szakképzési osztályvezető köszöntötte a megjelenteket, majd átadta a nyerteseknek járó okleveleket és ajándékcsomagokat. Szakmai DIY kategóriában 5.-6. osztályos korcsoportban első helyezett Kós Gergő. Kós Gergő a rendőr szakmát mutatta be képével. Mint mondta, alig hitt el, hogy győzni tudott a korcsoportjában. Őszintén nagyon nevettem, mert nem gondoltam volna, hogy első leszek ezzel, de
Aztán nagyon örültem neki, mert hogy mégiscsak első lettem. Külön díjat érdemelt a Tűzoltók embert próbáló bevetése című alkotás. A készítőt édesapja munkája ihlette meg. Tűzoltókat készítettem, ahogy oltják a tüzet, mert apukám is tűzoltó, és innen jött az ötlet. Az iparkamara szakképzési osztályvezetője elmondta, a megmérettetésre 9 iskolából összesen 50 pályamű érkezett. Én úgy gondolom, hogy jelen járványhelyzetben, amikor nem igazán volt a gyerekek mögött pedagógusi támogatottság, ez egy nagyon jó számnak tekinthető. Tehetséges gyerekek érkeztek, nagyon jó rajzok, nagyon jó pályamunkák születtek, és egy háromtagú zsűri értékelte a munkákat. Az alkotásokból készült kiállítás május 25-éig látogatható a Bevásárlóközpont földszinti folyosóján, virtuális tárlatként pedig az Iparkamara weblapján is megtekinthetik az érdeklődők. Május 21-én pénteken újra nyit a Munkácsy Mihály Múzeum Békés Csabán, ezzel pedig egy 5 éves felújítást és átalakítást fejeznek be az intézmény munkatársai. A 4 lépcsős folyamattal teljesen átjárhatóak az épületek, és az új idővonalas tematikának köszönhetően korszakalkotó látnivalót kaphatnak a látogatók. Minden ember életében, hogy új állandó kiállítás nyíljon saját városában, ezt talán egyszer vagy kétszer, valaki vagy háromszor adatik meg életében. Alig egy hét múlva, egy hosszú megújulási folyamatot követően, a pandémiás szabályok adta lehetőségeket követve, újra látogatható lesz a Munkácsy Mihály Múzeum. 5 évvel ezelőtt indult az a tervezés, ami a Munkácsy negyed folyamatos épülését, fejlődését eredményezte, és ennek az egyik, ahogy igazgató úr mondani szokta, égköve a múzeum, és az a kiállítás, az az idővonal, amin végigmehetnek majd az ide látogatók, és a végén a Munkácsy állandó tárlattal koronázzák meg az itt tapasztalható élményt. A most megnyíló kiállítás új megközelítésben interaktívan mutatja be a megyeszékhely és a környék történelmét. Teljesen bemutatjuk a megújult múzeumot, a beléptetési rendszer is teljesen más lesz. Hozzászoktunk, hogy ugye itt elől a múzeum főbejáratnál jöttünk be, de hogy ez egy idővonal kiállítás, ahol tulajdonképpen egy idővonal spirálon megyünk végig Békéscsaba történetén, megváltoztattuk még a beléptetést is. A beléptetés a új részen kerül, a Pátkai termen keresztül történik. Az intézmény az új kiállításon, a régészeti szekcióban sosem látott, több mint 1000 darabos leletszámmal várja az érdeklődőket. Célunk, hogy Békéscsabát kontextusba helyezzük, Békéscsaba történetét, életét kontextusba helyezzük. Ezért a kiállítást végig kíséri a kezdetektől, a régészeti résztől egy idővonal, történeti és művészeti idősíkok, amelyekben mi felvonultattuk azokat a világban, az országban jellemző fontos eseményeket. A nagy közönség az új kiállítást május 21-től tekintheti meg a Békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban. Elmaradhat idén a Streetball Fesztivál békéscsabai rendezvénye, tájékoztatott a helyi program szervezője. A félpályán zajló, egy palánkra játszott utcai kosárlabda immár hagyományosan minden év júniusában megjelenik a város főterén, ahol több száz kosaras méri össze tudását 3 fős csapatokban. Az eseményt minden évben a Békéscsabai Kosárlabda Klub koordinálja helyi szinten. Jancsika Árpád vezetőedző kiemelte, jelenleg úgy tűnik, hogy csökkentik az országos programsorozat állomásainak számát, és Békéscsaba nincs a helyszínek között. Hozzátette, amennyiben a tavalyi évhez hasonlóan idén sem rendezik meg a fesztivált, akkor augusztus végén egy városi megméretetést szerveznének a megyeszékhelyen. A kormány és a szövetség is egy picit lecsökkentette a streetball rendezésére szóló pályázati pénzeket, és ezért egy kicsit megkurtították a versenynaptárt, és valószínűleg csak 4 vagy 5 helyszínen tudják megrendezni az idei streetballt.
A Békés Csabai Kosárklub az nyilván jelezte, hogy szeretnénk mi is rendezni. Hát ott tart most a helyzet, hogy első körben nem biztos, hogy beleférünk a rendezésbe. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!